tánc bemutató is színesítette a Dunajvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában nyílt kiállítás megnyitóját. Az arcképek címet viselő tárlaton a Dunajvárosi Egyetemen működő DUE Art műhely alkotóinak műveit tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlat érdekessége, hogy a kiállítók valamennyien saját személyiségüket, saját látásmódjukat vitték bele az alkotásokba. Szeretek tiszta felületekre, szóval egy kerítésre valószínűleg nem festenék, de mondjuk egy szobafalra, vagy egy garázsajtóra, bármi könnyedsége. Azért nagyon nehéz, mert gyakorlatilag, ahogy végignézik majd a látogatók a képeket, akkor ugyanaz a modell mindenki számára, tehát minden alkotó számára egy kicsit másként jelenik meg. Ez természetesen az egyéni látásmód, a művészi szabadság és a saját magunk kivetített képe. A DUE Art műhely kiállítóinak egyik legfiatalabb tagja már a nyári szünetre készül, ám egyelőre nem tervez hosszú távra. Egy azonban biztos, a vakációban is helye lesz az alkotásnak. Most lesz a szülinapom, aztán pedig sokat fogok rajzolni, meg egyelőre még nem találtam ki. A művészeti szakkör több generációt ölel fel. Most kezdek igazán kibontakozni, mert most jövök rá, hogy ha megnézem, a 2008-ba kezdtem el, 2006-ba, akkor nyugdíj után, mert 2001-ben mentem nyugdíjba, és utána kezdtem el, hihetetlen a kettő között, amik vannak még, amikor akkor elkezdtem meg most, amit fejlődtem. A DUE Art műhely arcképek című tárlatát hétköznap 8 és 16 óra között tekinthetik meg a Dunajvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában. A kiállítás július 14-ig látható. Igen.